Lassan a végéhez ér az almaszüret, jó ára van idén a szabolcsi gyümölcsnek. Drága és kevés a tűzifa, az idei évben is hiány van belőle. 50 000. ügyfél az 50 000. ügyfelet köszöntötték a tiszavasvári kormányablakban. A kár nettó 130 forintot is adnak az almáért kilogrammonként idén a termelőknek. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A tavalyi alacsony árak után idén a léalmát is nettó 50 forintért veszik át az üzemek. Bár a kezdeti hideg időjárás megijesztette a gazdákat, a jó árak kárpótolják őket a kiesésért, közölte Kis István, az Apagyi hűtőház tulajdonosa. 110 vagon, azaz összesen 11 000 mázsa alma van jelenleg ebben az Apagyi hűtőházban. A gyümölcs nagy része kiválogatás után hazai élelmiszerláncokba kerül majd. Golden, Gála és Idared alma is van a tárolókban. Jelenleg kb. 50%-os a betakarítás, a tervek szerint október végére fejeződhetnek be a munkálatok. A kezdeti hideg időjárás az azért megriasztott bennünket. Voltak téli fagyok, volt egy kis tavaszi fagy is, tehát azt mondhatjuk, hogy a fagyás nagyságrende az változó, a 30, illetve 50%-os mértéket elérte. Volt egy-két kertben jégkárunk is, elsősorban nyilván ez a tagokat érintem ez alatt, de összességében úgy tűnik, hogy a szükséges mennyiség, ami a tárolókban be kell, hogy kerüljön, az rendelkezésre áll. Ezen túlmenően pedig az árak, úgy gondolom, hogy kárpótolják ebben az évben a termelőket, hisz az étkezési almának a kilonkénti ára, a felvásárlási ára, nettó árat mondok, az eléri a 100-130 forint közötti nagyságrendet. De idén a léalmának is viszonylag jó ára van, ez körülbelül nettó 50 forint kilogrammonként, tette hozzá Kis István. Az előzetes becslések szerint a leadási szezon november elejével fejeződik majd be. Tavaly nagy mennyiségű lengyel importalma került be a hazai kereskedelembe, mert ott a különböző támogatások miatt nagyobb mennyiségben, olcsóbb áron tudták eladni a gyümölcsöt. Idén azonban Lengyelországban több volt a fagykár, így a termés mennyiségük alacsonyabb lesz. Ez bizonyítja, hogy például léalmáért már keresték a magyar piacot. Hazánkban az egyik probléma, hogy a régi ültetvények már nem képesek nyereségesen termelni. Azt lehet tapasztalni, hogy ugyebár az ültetvények azok idősödnek, igazából új telepítések nagy mértékben nem történtek. Most megjelentek már a uniós pályázatok keretében a telepítési támogatások. Épp az elmúlt napokban, hetekben kapták meg a telepíteni szándékozók a pozitív elbírálásokat. Nekünk is vannak tagjaink, akik pozitív támogatásban részesültek, tehát bízunk benne, hogy új fajták intenzívebb körülmények között fognak elindulni a telepítések az elkövetkezendő 1-2 évben, de jelenleg inkább az volt a tapasztalató, hogy önerőből nem történtek ezek a telepítések. Idén mintegy 500-550 000 tonna almát takaríthatnak be a gazdák hazánkban. Ezek közül akár 200 000 tonna is lehet étkezési minőségű. A mezőgazdaság problémája, a munkaerőhiány az almabetakarításnál is jelentkezik. Erről korábban 35 perc című műsorunkban beszélt Rácz Imre, a NAK megyei szervezetének elnöke. Most könnyebb lenne, ha a megoldás születne erre a kézi munkaerői problémára, a közfoglalkoztatásra, akkor éppen ez az év az, amikor az embereket lehetne arra buzdítani, hogy telepítsenek, mert lámlám mégis megéri gyümölcstermesztéssel foglalkozni. Én úgy gondolom, hogy még mindig nem sikerült ilyen kereslet mellett sem meggyőzni a gazdálkodókat, hogy fog változni ez a közfoglalkoztatás, és rendelkezésre fognak állni a betakarításhoz szükséges kézi munkaerő. Tavaly a léalma nettó ára 17 forint, az étkezésé pedig 60-80 forint volt. A gazdálkodók ehhez képest idén több mint dupla annyiért értékesíthetik a gyümölcsöt. Drága és kevés a tűzifa. A fűtési szezon kezdetén sok tűzépen magas áron lehet akácfát kapni, de nagyobb probléma, hogy hiányzik a tűzifa. Ennek oka, hogy a fakitermelők először a szociális tűzifa kitermelését kezdik meg, a kereskedők csak ezután juthatnak tűzifához, tudtuk meg az egyik helyi tűzépen. Emellett a külföldről importált tüzelőanyagok szigorított szabályozása is nehezíti az ellátást Magyarországon.
Az idei évben is hiány van a tűzifából, mondják ezen a nyíregyházi tűzépen is. Így aki nem gondoskodik a beszerzéséről időben, télen nagy bajban lehet. A tavalyi évben 3300 és 3500 forint volt egy mázsa akácfa beszerzési ára a fakitermelőknél. Ez most 3700 és 4000 forint között mozog. Ezen a tűzépen megtudtuk azt is, a külföldről történő beszállítás szigorítása is hozzájárul a tüzelőanyag hiányához. A külföldi beszállítások nehézkessé váltak, tehát a bevámolásuk az egyre nehezebben működik, tehát egyre kevesebb érkezik be. A hazai kitermelések pedig nagy rész le vannak kötve, tehát az erdészetek elsősorban a szociális fákat szolgálják ki, és utána kapunk csak további értékesítésre szánt faanyagot. A vegyes, a keményfa és a népszerű lignit ára kevésbé drágult, de az akásztól olcsóbb 1300 és 1400 forint körül alakul. Az áremelkedésnek és a fajhiánynak több oka is lehet. A kemény hideg időjárásban több fát kellett felhasználni, így gyorsabban csökken a készlet. Évek óta megfigyelhető az is, hogy sokan állnak át a vegyes tüzelésre, hiszen kérdés, mi olcsóbb, a szén, a fa, a földgáz vagy a távhő. Mindegyiknek van előnye és hátránya is. A legtöbb társasházban gázfűtés van, ami a gazdaságosságot tekintve a középmezőben helyezkedik el. Olcsóbb, mint az áram, de a patüzelésnél drágább valamennyivel. Én azt gondolom, hogy jelenleg még mindig olcsóbb a vegyes tüzelés, mint a gáz tüzelés, de már nem olyan éles az árkülönbség. Ebben az évben, tehát aki tüzelőfát szeretne vásárolni, érdemes minél hamarabb felkeresni az árusítóhelyeket, tüzépeket és feliratkozni a várólistára. Az idén is segíti tűzifával az állam a rászoruló családokat. Az 5000-nél kisebb lakosú települések önkormányzatai pályázhatnak szociális tűzifára. Összesen 4 milliárd forint jut erre a célra. A belügyminisztérium által meghirdetett szociális tüzelőanyag pályázaton 2255 önkormányzat nyert. Számukra 2018. február 15-ig kell kiszállítaniuk a tüzelőanyagot. Az 50 ezredik ügyfelet köszöntötték a tiszavasvári kormányablakban. A kormányablakok nagy népszerűségnek örvendenek a lakosság körében, több mint 1500 ügy intézhető a hivatalokban. A közigazgatás területén fontos előrelépés, hogy számos okmány igénylése illetékmentessé vált az utóbbi években, amelyében az ügyintézés hatékonysága érdekében év végéig további 3 kormányablak nyílik. Kívánom, hogy vezessék be, hogy minden ügyfélnek, minden intézésre egy ilyen virágot tudjon. Különleges ügyfél érkezett a tiszavasvári kormányablakba. Virággal és emlékplakettel köszöntötték. A kormányablak 2015. szeptember 1-i megnyitása óta ő az 50 ezredik olyan személy, aki valamilyen ügyet érkezett intézni a hivatalba. Nyugdíj ügyben voltam, mert nem sokára meg lesz a 40 évem. Meg voltam elégedve tiszta körülmények között, gyorsan és udvariasan elintézték a dolgomat. A személyigazolvány és lakcímkártya igénylés a legnépszerűbb a tiszavasvári kormányablakban, de számos olyan szolgáltatás is segíti a környéken élő ügyfeleket, amelyekért eddig egy nagyobb központba kellett utazniuk. Nagyon sok olyan ügyet intézünk már el itt Tiszavasváriban, ami miatt korábban Nyíregyházára vagy akár Debrecenbe kellett menni az ügyfeleknek. Itt ami a legfontosabb, és az 50 ezredik ügyfélnél is volt, a nyugdíjügy, és az egészségbiztosítási, valamint családi pótlékügyek, amelyekért most már nem kell Nyíregyházára menni, hanem itt helyben el lehet intézni. Már elektronikusan is számos ügy intézhető a kormányablakoknál, azonban a személyes kapcsolattartásra és segítségnyújtásra is nagy hangsúlyt helyez a megyei kormányhivatal. Ezért az ügyintézők rendszeres továbbképzéseken vesznek részt, az intézhető ügyek száma pedig folyamatosan bővül a kormányablakokban. Az ügyigazgatás területén a kormányablakoknak a megjelenése egy újfajta minőséget hozott. Azt láthatjuk, hogyha az elmúlt éveket végig tekintjük, hogy évről évre nőtt azoknak az ügytípusoknak a száma, amelyeket el lehet intézni a kormányablakokban. Ma ez már meghaladja az 1500-at, és ami emellett nagyon fontos, hogy több olyan ügy is van, aminek az intézése ma már teljes mértékben illetékmentes. Néhány példát is mondhatok, akkor ide tartozik például a személyigazolványnak a megújítása, a lakcímkártyának a megújítása, okmánynak a pótlása, de sok más olyan okmány is van, amely esetében a kormányzat eltörölte azokat a díjakat, amelyek korábban az adófizető zsebéből még újabb pénzeket vett ki. A tapasztalatok azt mutatják, az állampolgárok bizalommal keresik fel a kormányablakokat. A szolgáltatás széleskörű elérése és az ügyintézés hatékonyságának a javítása érdekében az év végéig Nyíllugoson, Kemecsén és a Nyíregyházi vasútállomáson nyílik kormányablak.
A Kölcsei határrendészeti kirendeltség járőrei 25 kg vágott dohányárut találtak egy ellenőrzött járműben október 4-én Penyige és Kömörő között. A dohányt a csomagtartóban a kárpit alatt elrejtve, illetve a pótkerék helyén zacskókba csomagolva szállították. A rendőrök a 22 éves rápolti sofőrt és utasát a 25 kg mennyiségű jövedéki termékkel együtt átadták az eljárás lefolytatására illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársainak. Egy nyíregyházi áruház parkolójában fogtak el a nyomozók október 4-én egy gyanúsított nőt, aki éppen új pszichoaktív anyaggal kereskedett. A nyomozók az intézkedés követően két nyíregyházi helyszínen tartottak házkutatást, ahol több száz gram kábítószer gyanús anyagot, digitális mérleget és készpénzt foglaltak le. A 42 éves nyíregyházi lakos ellen folyik a nyomozás. A rendőrök a gyanúsítottat őrizetbe vették, és előterjesztést tettek előzetes letartóztatása indítványozására. Ingyenesen kérhető a szemvizsgálata egészen október végéig a látás hónapja programsorozathoz csatlakozó optikákban. Részletek hamarosan, előtte azonban nézzük a híradó további témáit. Dobogós reményekkel vág neki az Aqua SA a következő szezonnak. A Nyíregyházi Vízilabda Egyesület idén először lánycsapatot is indít a területi bajnokságban. Sikeresen vette a női kézilabda Magyar Kupa második fordulóját a Kisvárda. A szabolcsi csapat az MB2-es Balmazújváros ellen idegenben nyert. Idén 13. alkalommal kerül megrendezésre a Látás hónapja programsorozat. Az októberi kampány fókuszában a száraz szem-szindróma áll, amely a magyar lakosság 45%-át érinti. Ennek apropóján számos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei optika csatlakozott a rendezvényhez, ahol ingyenes látásellenőrzéssel és szaktanácsadással várják az érdeklődőket. 2005-ben rendezték meg először a Látás hónapja programsorozatot. Akkor közel 30 ezeren keresték fel az ország valamelyik optikáját, hogy megvizsgáltassák szemüket, míg a tavalyi évben már 65 ezeren. A statisztikák szerint egyre többen érintettek valamilyen szembetegségben, legyen szó gyermekről vagy felnőttről. Gyerekkorban elsősorban a kancsalság, a fénytörési hibák kezelése áll előtérben, felnőtt korban a zöldhályog és a szürkehályog, valamint a magas vérnyomás cukorbetegség okozta szemfenéki elváltozásokra figyelünk oda. Időskorban pedig a makula degeneráció, a szemfenék meszes elváltozásai a leggyakoribbak. Ezen túl a száraz szem-szindróma is gondot jelent, a lakosság 45%-át érinti, ezért az idei látás hónapjának ez áll a középpontjában. A számítógépek, a tabletek és az okostelefonok használata, a száraz levegő, a kevés folyadékfogyasztás és a sok légkondicionált helyiség mind súlyosbítja a szemek szárazságát. Percenként 10-12 pislogás lenne a normális, a technikai eszközök használata közben ez a szám jóval 10 alá tud esni. Megoldás lehet a 20 percenként 20 másodpercig pislogás, 20 méterre nézve, és sokat segíthet a műkönny használata is. Amikor elmegyünk a gyógyszertárba műkönnyet venni, akkor mindig figyeljünk oda, hogy mit tartalmaznak ezek a készítmények. Elsősorban a tartósítószer mentes készítményekre figyeljünk oda, azokat kérjük, illetve először nem baj, hogyha, vagy jó lenne, hogyha a szakember véleményét kérnénk. A könyv ugyanis három rétegből áll, és nem mindegy, hogy melyik réteg hiányzik, amelyiket kell pótolni. A szemünk egészségének megvédése érdekében a szakemberek a piros bogyós gyümölcsök és a zöld leveles zöldségek fogyasztását javasolják, valamint felhívják a figyelmet a megfelelő folyadékbevitelre is. Fontos rendszeresen ellenőriztetni szemünket, amit megtehetünk egész október végéig, a Látás hónapjához csatlakozott optikákban ingyenesen, szaktanácsadással együtt. Dobogós reményekkel vág neki az Aqua SE a következő szezonnak. A Nyíregyházi Vízilabda Egyesület idén először lánycsapatot is indít a területi bajnokságban. A klub célja, hogy hosszú távon saját felnőtt csapattal is versenyezhessen, mind a nőknél, mind pedig a férfiaknál. Felemásra sikerült az Aqua SE tavalyi szezonja. A nyíregyházi vízilabdások a vidékbajnokságokban, a különböző korcsoportokban, a középmezőnyben végeztek.
Az országos bajnokságban pedig az első éves serdülő csapattal szerepelt az Aqua. A hamarosan kezdődő új idénynek dobogós reményekkel vág neki az együttes. Idén először lánycsapatot is indít a klub, az új szakákban szakmai támogatóként a budapesti UVS-e segíti a csapatot. Két hónapos kőkemény felkészülés áll mögöttünk. Az országos bajnokság alsóházában fogunk szerepelni gyermek és serdülő csapattal. Reményeim szerint minél előkelőbb helyen fogunk végezni, leginkább a serdülő csapatban. Érzem azt, hogy éremért is játszhatunk. Ezek mellett a vidékbajnokságban hagyományosan nagyon sok éve szereplünk. Ott 4 korosztályban is képviselni fogjuk a nyíregyházi vízilabdázást. Megkezdve a bébi bajnokságtól, ami a legkisebbek számára szól, és egészen a serdülővel bezárólag 4 korosztályban próbálunk majd minél jobb helyezést elérni. Illetve ezek mellett még a területi bajnokság, az Észak-Keleti Liga küzdelmeikben is részt fogunk venni. Egyelőre úgy néz ki, hogy az egyesület történetében először tisztán lánycsapattal meglátjuk, hogy mire jutunk vele. A vízilabdások előrelépését nagyban segítheti a közeljövőben Nyíregyházán megépülő új úszoda. A távlati célok első körben a úszodaépítésnek a kihasználtságában rejlik. Szeretnénk, hogyha az új úszoda, amikor megépül, akkor már olyan tartalommal tudjuk majd feltölteni, ami a gyerekeknek a sportolási lehetőségét, és azon belül a versenyeztetését tudja szolgálni. És ahhoz már most el kell kezdeni az alapokat letenni, hogyha az új úszoda már kinyit, akkor ne kelljen még ezzel foglalatoskodni, hogy kik lesznek, akik majd ott fognak edzeni. Az Aquaese eddig elsősorban nevelő együttesként adott a magyar vízilabdázásnak ifjú tehetségeket. Azonban az új úszoda új lehetőségeket nyithat a klub életében. Így jövőbeli cél, hogy az egyesület ne csak neveljen, hanem megtartsa korosztályos játékosait, illetve később egy saját felnőtt csapatot indítson a bajnokságban. Sikeresen vette a női kézilabda Magyar Kupa második fordulóját a Kisvárda. A szabolcsi csapat az MB2-es Balmazújváros ellen idegenben aratott 38-21-es győzelmet. A várdai lányok vasárnap a bajnokságban, a Békés Csaba otthonában lépnek pályára. Nem indult könnyen a mérkőzés a Kisvárda számára a Balmazújváros otthonában. A női kézilabda Magyar Kupa második fordulójában rendezett meccs elején az MB2-es hazai együttes ragadta magához a kezdeményezést, és sikerült megszerezni a vezetést is az MB1-es várdaiak ellen. A szabolcsi csapat helyzetét nehezítette, hogy az elmúlt héten 5-en is hazájuk válogatottjában szerepeltek, akik zömében kedd este tértek csupán vissza az együtteshez, így csak szerdán délelőtt tudott együtt edzeni a csapat. Nem könnyítette Máté Fieszter dolgát az sem, hogy nem számíthatott Samira Rosára sem, aki a brazil válogatott keret összetartásán térsérülés szenvedett, így nem állhatott a csapat rendelkezésére. A várdaiaknak azonban sikerült felpörögniük, átvették az irányítást, és 9 pontos előnnyel vonultak szünetre. A második játék részben is magabiztosan játszott a Kisvárda, az első félidőhöz hasonlóan itt is 19 pontot szerzett a csapat, így 38-21-es győzelemmel húzták be a kupa mérkőzést. A továbbjutás kiharcolása mellett további önbizalom növelő a lányoknak, hogy valamennyi pályára lépő játékos gólt szerzett. Kedden tértek vissza a válogatott játékosaink, és szerdán volt alkalmunk szerdán délelőtt egy közös edzést tartani, és úgy mentünk bele ebbe a Magyar Kupa meccsbe. Talán ezért is akadozott ott az elején még a játék, mert hogy 10 napig távol voltak a válogatottak, de úgy gondolom, hogy utána ritmust váltottunk, és egyrészt a győzelem az nem volt kérdés, és amit előzetesen elterveztem ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, nagyjából sikerült a csapatnak megvalósítani. A válogatott szünetet követően vasárnap a bajnokság is folytatódik a Kisvárda számára. Az eddig 3 vereséggel a 12. helyen álló Békés Csaba otthonában lépnek pályára a várdai kézisek. Nagyon bízom benne, hogy egy nagyon-nagyon jó meccset fogunk játszani. Az biztos, hogy nagyon kemény küzdelem fog folyni a pályán. A Békés Csabának ez élethalál kérdés. Ők úgy gondolkodnak, hogy talán ez az a mérkőzés, ami fogható, vagy nyerhető. Samira Rosa mellett sérüléssel bajlódik Marincsák Nikolett és Radojevics Tamara, így ők nem állhatnak Máté Fieszter rendelkezésére a Békés Csaba ellen. Most pedig híradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban.
Lassan a végéhez ér az almaszüret, jó ára van idén a szabolcsi gyümölcsnek, akár nettó 130 forintot is adnak az almáért kilogrammonként idén a termelőknek, lialmát is nettó 50 forintért vesznek át az üzemek. Az idei évben is hiány van a tűzifából, minden évben már a fűtési szezon kezdetén sincs elég fa tüzelőanyag. Emellett a külföldről importált tüzelőanyagok szigorított szabályozása is nehezíti az ellátást Magyarországon. Az 50 ezredik ügyfelet köszöntötték a tiszavasvári kormányablakban. Az egyablakos ügyintézés nagy népszerűségnek örvend a lakosság körében, több mint 1500 ügy intézhető a hivatalokban. Idén 13. alkalommal kerül megrendezésre a Látás hónapja programsorozat. Az októberi kampány fókuszában a száraz szem szindróma áll, amely a magyar lakosság 45%-át érinti. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták, friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérik holnapunkon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. A hazánk felett éjszaka átvonuló hidegfront nyomában pénteken szárazabb, hűvösebb levegő érkezik fölénk. Az előttünk álló éjszaka átmenetileg felszakadozik, csökken a felhőzet, majd ismét beborul az ég. Eső, zápor egyaránt előfordulhat. A délnyugati szél megerősödik, időnként viharossá fokozódik. Reggelre általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felszakadozik, csökken a felhőzet, majd változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, csapadék nem valószínű. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 14 fokig emelkedik a hőmérséklet. Meleg fronti hatás van térségünkben. A hétvégén még időjárási frontok okoznak változékony időt, többfelé esőt, majd a jövő héten a frontok már többnyire hazánktól északra vonulnak, így komolyabb változás akkor már nem valószínű időjárásunkban, komolyabb csapadék nélküli, hűvös, őszi időre számíthatunk. A délutáni órákban általában 15 fok körül lesz a hőmérséklet, a hajnalok viszont csípősek lesznek, több helyen várható talajmenti fagy.